Ez itt a címlap, vendégem Ungár Péter, az LMP társának én vagyok. Mondom a jelzőket, amik az elmúlt hetekben önre és a pártjára érkeztek. Gyurcsány magyar hangja, az LMP a DK je Vannak olyan árulok, akik teljesen a Fidesz hatása alatt vannak, például Ungár Péter. Mi történik itt? Mi történik ön körül, vagy mi történik a pártja körül? Jó napot kívánok! Szerintem a kritika jó. Nincs rock and roll, hörgés nélkül, azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy sikerült közéleti állításokat megfogalmazni. A politika nem köztiszteletben álló, mindenki által szeretett emberek által végzett dolog volt, és soha nem volt az sem Magyarországon, sem a világon. Mikor beszélt utoljára Rogán Antalán? Őszintén nagyon régen. Nem, nem is tudom. Tudja, hogy miért kérdezem? Nem. 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 Márkizai Péter talán két nappal ezelőtt azt mondta, hogy az ellenzék egy jó részének Rogán Antal és csapata mondja uh -huh. meg, hogy miről beszélhet és miről nem. Vannak olyan árulók, akik teljesen a Fidesz hatása alatt vannak, például Unkár Péter. Uh -huh. Márkizaj Péter kritikájának körülünk talán a legjobban, mert Márkizaj Péter kritikája egy ilyen villogó útjelzőként mutatja, hogy helyes irányba megyünk. Tehát ő azért annyi hibát és olyan tévedéseket követett el az elmúlt időszakban, amik azt mutatják, hogy alapvetően nagyon fontos meghallgatni, hogy mit mond a politikáról és az ellenkezőjét csinálni. Na jó, de azért bontsuk ki ezeket, tehát, mert két állítás is van. Egyrészt, hogy ön Gyurcsány Ferenc csatlósa lett. És Rogán Antalé egyszerre. És Rogán Antali hát egyszerre. Igen. E, ami egyébként nem elképzelhetetlen olyan szempontból, hogy a DK-ra és, Gyur és Gyurcsányra is szokták mondani, hogy igazából a Fidesz kommunikációs gépezetének a mozgatórugója. E, hogy kerültek ilyen szoros barátságba Gyurcsány Ferenc? Még mielőtt e, erre válaszolnék, és fogok ígérem, előtte van egy ilyen régi, ezt még a nagynénémtől hallottam, SZDSZ-es ami az, hogy az egyik SZDSZ válaszmányi ülésen azt mondta egy sds es -SZ politikus Tamás Gáspár Miklósról, hogy egy nagyon nyílt elmélyű ember is te nyugosztalja Tamás Gáspár Miklós, mindenkit el tud fogadni, kivéve aki fasiszta, és nem tehet arról, hogy rajta kívül mindenki fasiszta. Tehát az ellenzékben nagyon sokan ilyenek, hogy ők mindenkit el tudnak fogadni, azon kívül, aki Orbánista, de ha valaki bármilyen kicsi részletkérdésben nem, ér, nem ért velük egyet, akkor az Orbánista. Ö, Gyurcsány Ferenccel a legkomolyabb ideológiai vitáim az ellenzéki oldalon nekem vannak. Szerintem a legkomolyabb kritikákat azzal, amit a DK állít, tehát ami nem a DK személyekkel, hanem a DK állításokkal, nekem van. Az LMP-nek radikálisan ellentétes álláspontja van, Európa-Egyesült Államok, de ezer más példát tudok mondani. Az igaz, hogy én nem szoktam Gyurcsány Ferencet a személyében kritizálni, azóta, amióta egy közös listán voltam vele de én a momentumosokat se szoktam úgy a személyükbe kritizálni. Azt elmondom, hogy a momentummal az a problémám, hogy egy intellektuális vákumnak tartom, de nem szoktam azt mondani, hogy Donátán egy rossz ember lenne, egy hiteltelenem, vagy mit tudom én, milyen ember lenne, vagy a fekete győr. Egyszerűen, akikkel egy listán voltam, azokat Ilyen szinten a személyükbe, vagy a személyes jó akaratukba, még Márkizai Pétert sem szoktam kritizálni. Még Márkizai Péterről is azt mondtam, hogy hiába van ez az egész pénzes történet, amit ő borított rá az ellenzékre, hát azért, mert ugye nem tudja kontrollálni a szavakat, amik elhagyják Erre a száját. Beszélünk. Tehát e emiatt ez az egész, de azt, hogy ő valaha egy forintot elrakott volna, a köztévén mondtam, hogy egy forintot nem rakott el az az ember soha is, hát biztos vagyok, mert ilyen szempontból tisztességes. Tehát nem, személyesen nem kritizálom ezeket az embereket tartalmilag, igen. Jó, de azért van különbség a között, hogy mondjuk a választási rendszer sajátságaiból adódóan egy listára kerülnek, vagy a között, hogy tudatosan, folyamatosan, több mindenben, részletkérdésekben is, politikai részletkérdésekben, tehát most nem ideológiáról beszélek, hanem abszolút logisztikai dolgokról együttműködnek. Abban van különbség. Már mint, hogy most a, nem a Fideszről van szó, de most, most még a, van most még a dk van szó. Van szó. Öm, például, hogy közös jelöltet állítatunk iskolcon, gondolom erre Például, utal. hogy közös jelöltet állítanak, vagy nem tudom, hogy mondjuk az mennyire általános, amit a Blik adatigényléséből derült ki pár héttel ezelőtt, az országgyűlés a pártok költéseit kiadta, hogy ugyanaz a cég végzi az LMP-nek is, meg a DK-nak is a social média megjelenés. Az korábban dolgozott a párbeszédnek, meg a szocialistáknak is, az egy ellenzékben nagyon bevetten. Csak most mm -hmm. egyszerre látta szerkesztő azt, hogy a szerződést, de ez egy nagyon ellenzéknek, szinte mindenkinek dolgozott cégről beszélünk. Erre csak ennyi a Miskolcra, is ki lehet térni részletesen. Vannak olyan. Ö Taktikai kérdések, amivel a Demokratikus Koalícióval hasonló döntéseket hozunk, és van egy élő kapcsolat a két párt között, tehát én szoktam Gyurcsonyfeledet gyakrabban beszélek, mint Rogán Antala, radikálisan gyakrabban. Ez azért van, mert karácsony Gergely visszalépése után a... úgy éreztük, hogy minden pártnak az az érdeke, hogy az LMP elhunjon, a Demokratikus Koalíciót leszámítva. Ez volt a mi megítélésünk a helyzetről. Az, De a demokratikus koalíció nem befalni akarta, mint a kis gömböc? Szerintem nem döntött el még Gyurcsány Ferenc, hogy milyen szándéka van pontosan. Ö, ez volt akkor az elemzésünk. Ez az elemzés helyes volt. Ennek kettő oka van, ami miatt így ö, gondolták a többiek. Az egyik az, hogy van egy, ami, amit nem tekintek problémának, a politikának ez a szabályszerűsége. Tehát az ő helyükbe én is így gondoltam uh -huh. volna. Ezt el akarom mondani. A másik hogy az számukra nagyon veszélyes, hogyha van egy olyan politikai közeg, akár mekkora is, amely ö, más típusú gondolatokból de támadja azokat a felépítményeket, azt a régi politikai elitet, amivel szemben ő meghatározzák magukat. Mi a mostani gyurcsány ellenességnek, amit hajlunk elemzőktől, politikusoktól, amit megfogalmaznak, mi a lényeg, a tartalmi lényeg? Az, hogy valójában azzal, amit a demokratikus koalíció képvisel, tehát állításaival nincs probléma, azzal, amit az Európai Unió irányáról mondanak, a rendszerről, ugye Dobrev Klára megfogalmazza egy interjún belül a 24-nek, hogy diktatúra van majd az, hogy ő 51%-kal fog 26 nyerni. Tehát ez az ellentmondást a többiek szokták még, ugye a Momentum mondja még, hogy diktatúra van, meg nem szabad bemenni a parlamentbe, aztán bemennek. Tehát a rendszerrel való ilyen ambivalens vagy, vagy részben következetlen, de részben radikális viszonyba megegyeznek a demokratikus koalícióval, csak az a bajuk, hogy ezt nem ők csinálják. Nekem, meg, én meg nem akarom ezt csinálni. Tehát felőlem ezt csinálhatja Gyurcsány Ferenc, és ebben tényleg van egy véleménykülönbség, mert én nem akarom ezt csinálni. Szerintem nincs diktatúra, ö, szerintem jelenleg nem állunk úgy, hogy bárki 51%-kal nyer, szerintem be lehet menni a közmédiába, és szerintem végig kell állni az esküt a parlamentben. Ennek a részleteiről mindjárt beszélünk, de azt mondja, hogy a DK volt az egyetlen, aki nem írta le az LMP-t, és ö, akivel igazából azóta ö, szót értenek. Mi más adja az LMP vagy az ön erejét, mint a családi háttere és a milliárdos vagyona? Hát a családi hátterem szerintem inkább hátrány, mint előny jelenleg. De tehát. A politikai befolyásában is hátrány? Igen. Öm, én beszélgettem sok fideszessel már életemben, meg az utóbbi időben is, tehát Rogán Antalak nagyon rég beszéltem, de mondjuk a Fidesz vezetőjével beszéltem. A telefonhívásainak 10% a Fideszes. Mondjuk, ez egy, ez egy jó. Tehát én még olyat, nem mintha közölnék velük információk, de én még olyan információt az ellenzékről nem tudtam, amit ők nem tudtak volna előttem. Hát ez, ez annyira naív ez a gondolat. Jó, de a Fideszről tud olyat, amit a többi ellenzéki képviselő nem tud? ilyen konkrét terveikről, hogy mit fognak beadni, nem, olyanról nem. Vannak olyan interpersonális viszonyok, amiket jobban ismerek, mint a többiek. Ez így van. A kiki tutál. Zárója mindenki, mindenkit. De, mint minden pártban. Tehát, hogy de, de ennek ellenére ez inkább hátrány. A vagyonom tud előnyt lenni, hogyha pénzt használok a kampányra, amit tudok, hiszen magyar állampolgárként tudok adni a szeremtének bármennyi pénzt, de hát azt látni fogják a közlönybe, hogyha ez így lesz, lehetséges, hogy így lesz. Jó, de akkor ön mit gondol, és mi a meglátása, hogy mi az, ami úgy, hogy 2019-ben azért gyakorlatilag egy mélypontra zuhant vissza az LMP, és azóta se tornázta azért ebből föl magát. Sokan azt mondják, hogy azóta is potyautasként jut be akár a parlamentbe. Ön felépítette azért magát leginkább, mint média személyiség, és ön az, aki ma fémjelzi az LMP-t. Mi adja akkor egyáltalán az identitását, az erejét, a tárgyalóképességét, hogyha nem az, hogy önnek van egy ilyen hátországa? Ha megnézzük az előző két publikált közönkutatást, és most nem azt fogom csinálni, mint a politikusok szoktak, hogy. Nem. Tehát megnézzük, és. Úgy jobban állunk egy választás előtt, mint álltunk korábban. Én maga biztos vagyok, hogy jó szereplése lesz az LNP-nek az LP választáson. Hogy érdemben jobb, mint 19-ben. A... Egyedül indulnak? Igen. Ez biztos. Igen. Öm... Parlamenti párttal nem indulunk együtt. Ebben szinte biztos vagyok. A... Ki a potya utas? most hagynám azt a magyar pártot, ami még nem indult el választáson, mert az egy, azt majd tanítani fogják, meg doktori értekezések lesznek róla. A magyar szocialista párttal megegyező támogatottságunk van, vagy néhányba megelőzünk, néhányba ők előznek, mert minket, de most nagyjából mondom, megegyező támogatottságunk van. Nem szokták ezt a magyar szocialista pártnak fölvenni. Én szerintem meg fogjuk őket előzni az rp -n. Én erre tippelek. A jobbikkal megegyező támogatottságunk van. Két olyan pártról beszélek, ami nem 5%-ról megy le 3-ra, vagy 7-ről 2-re, hanem 30-ról 2-re. Tehát onnan kicsit tovább tart lefelé menni, és kicsit nagyobb az ismertség azért, ezek nagyobb szervezetek. Tehát nem gondolom, hogy ilyen szinten bármi miatt szégyenkezni kell. Azért meg, hogy tudok olyan magyar mondatokat fogalmazni, amiben van alanyállítmány, is, még mondjuk ilyen néha-néha gondolat is fejsejlik, ezért hadd ne kérjek viszont bocsánatot. Tehát kicsit. Elegem van abból az ellentétes elvárásból, hogy egyszerre elvárják a politikusoktól, hogy ne panelekbe beszéljenek. Én beülök minden interjúba. Egyetlen egy ambícióm van, hogy ne ezeket a fáradt paneleket mondjak, mint bármelyik momentumos politikus vagy Dobrev Klára, hanem elmondjam azt, amit tényleg őszintén gondolok dolgokról, és nem, ezt nem azt mondom, hogy nem úgy beszélek, mint egy politikus, csak azt mondom, hogy próbálok kimozogni ezekből a teljesen értelmetlen ilyen tanácsadok által megírt mondatokból. Értem, csak ez idáig egy, egy, egy one man show. Most öm, a politikai egy lírai dolog, és érzem, értem, hogy sokszor nehéz azonosulni azzal, ami az LMP, a, de azt gondolom, hogy itt azért van valami bázisa ennek, hát nem véletlenül vagyok én ebben a pártban. A, olyan emberek voltak meg vannak ebben, akik azért jöttek ebbe a pártba, hogy valamilyen gondolati módon, akár közvet, leginkább közvetett módon, és ezt is valljuk be, közvetett módon befolyásolják a magyar közéletet. Nem azért kell az LNP-re szavazni, mert annyira kormányzóképes, és majd mi nem mondjuk azt, hogy 26-ban 51%-ot fogunk kapni, és akkor ö, egyedül a Smuker zsebetnek van állami tapasztalata, de szerintem ő se gondolja azt, hogy mi itt 51%-kal kormányozunk, közvetetten befolyásolja a magyar közéletet. Paks 2-nek azért ilyen kétes a megítélése, mert bele raktunk 10 évet az akkumulátorgyártásnak, és ö, láttam ebben számokat, uh -huh. tehát azért változik meg a megítélése, nagyon helyesen, mert beleraktuk ezt a két évet, tehát befolyásoljuk a közéletet. Jó, akkor itt álljunk meg egy percre, ugye, amikor volt az erdőkivágás mizéria, és aztán utána változtattak is ugye a törvényen, a tarvágási törvényen, akkor az LMP volt az, amely egy nagy tüntetést, ráadásul a választási sok után meg tudott szervezni, és ami elég aktív közösségi jelenlétet mutatott. Viszont most, hogyha visszautalok azokra a jelzőkre, amivel az elmúlt hetekben önöket éltették, vagy éltették, jel, inkább jelölték, akkor azért az látszik, hogy most nem azzal kerülnek be, akár az ellenzéki közvéleménybe, vagy bármely közvéleménybe, hogy önök mit gondolnak a zöld kérdésekről, a klímakérdésekről, kérdésekről, akugyáról, hanem arról, hogy Ungár Péter mit csinál Gyurcsány Ferencel? igen. Um ez egy legitim kritika, amit LMP elnökségi ülésen föl lehet vetni. Amúgy az elmúlt két hétben a legtöbbet azzal kerültünk bele, hogy mit gondoltunk a gyermekvédelmi törvény kultúra kérdésbe. Tehát nem igaz, hogy nem volt, és azért értem, hogy ez nem egy zöld kérdés, de azért nem egy pártpolitika, hanem egy politika, politikai állítás, ami szerintem fontos. De, öm, és én megértem, hogy az embereket frusztrálja ez a kikivel, hogy és De hát ez az ellenzéki választóknak egy elvárása, hogy rendezzük a sorainkat. A sorok rendezésében ilyen jellegű konfliktusok vannak. Na most az, hogy kitört ez a teljesen értelmezhetetlen hisztéria a DK, DK momentum viszonyában, amit én itt állítottam, hogy ez egy látvány konfliktus, az egy tény, és a momentumosok, bocsánat, de ebbe valótlant állítanak. Tehát, Miben abban, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott 2006-ban? Nem, abban sem, a Momentum sem, Schmidt Mária nem állít valótlant, hanem az a, abban állítanak valótlant, hogy ők bármilyen más módon viszonyulnának a DK-hoz, mint korábban. Én megláttam, tehát én a szememmel megláttam ezt a Donátano publicisztikát, este pedig volt egy tárgyalásom egy budapesti kerületben, ahol az LMP-vel nagyon nehéz éppen a megállapodás, a DK meg az LMP között éppen van egy nagy konfliktus, és bemegyek a szobába, és a momentummal már meg vannak állapodva. Én úgy megyek be, ami most ö, nem azon paraszkodom, ez elő előfordul, tehát nincs ezzel problémám. Nyilván visszafelé is van. Ilyen. Persze, tehát nem, most nem ad, csak hogy, csak hogy ennek semmilyen valódi következménye nincs a materiális valóságban, mint a DK-ról mond a momentum. Már bemegyek a szobába, és le vannak pacsizva. Oké. Okay. Mert nem a DK-ról mondja, hanem Gyurcsány Ferencről mondja. Aha. Hát ez a DK, Gyurcsány Ferenc nélküli DK az olyan, mint a, Bungee jumping kötél nélkül, vagy nem tudom. Tehát hogy ezek, ezek azért nem biztos, hogy létező politikai állítások. Jó, amikor Donát Anna arról beszél, és tegnap adott a Partizánnak egy nagy interjút, hogy a hitelesség a legfontosabb, és a hitelesség az, amivel akár egy választást is meg lehet nyerni, és amit egy politikai erőnek fel kell mutatnia, akkor, ennek önne, akkor ezzel önnek van baja? A momentummal nekem az a bajom, hogy egy intellektuális vákum, antiintellektuális, nem fogalmaznak meg gondolatot, nincs bennük politikai gondolat. Gondolattalan. Ez a bajom a momentummal. Ez nem azt jelenti, hogy De minden... A konkrét ügyekről azért gondolnak, sőt, érnek el konkrét ügyekben változást. Hogyha a helyi szinten. Ér... ugyanúgy. legyünk A hely, Ha a helyi szinteken nagyon sok jó helyi munkát végeznek, néha konkrétan gondolnak dolgokat, csak nem tudjuk, hogy mi. Mondok egy példát. GMO kérdésben nem? úgy szavaztak, hogy belehessen Magyarországon az új game technológiákat vezetni. 85 helyen elmondtuk mi ellenpések, nem csak én mindenki, hogy vitassák már meg velünk, mert engem tényleg őszintén érdekel, hogy miért. Tehát valamelyik momentumos magyarázza el, miért szavaztak így. Tegnap Bakos Bernadett képviselőtársa mondta el, hogy a Fidesz meg a Momentum az LP-be együtt szavazott egy ö, autóiparral kapcsolatos környezetvédelmi rendeletről. Győzzenek meg uh -huh. minket. Tehát ezekben az fogalmazzanak meg állítást. És a kedvencem volt egy szikra mozgalmas vitán még a nyár végén, azóta nem tudjuk, akkor Jánbor András miatt került ez napirendre. Hogy a Momentum mit gondol arról, hogy államosítani kell -e a végrehajtói kart, vagy nem. Mind a kettőről biztos lehet érvelni. Nekünk vannak közös olyan közgazdasági ismerőseink, amikor én elmondtam, hogy mi támogatjuk, hogy ekkor ekkora cset üzeneteket írtak, hogy mi tehetségtelen hozzá nem értő. Tehát van ellene érvanyag, nem azt mondom, csak fogalmazzák meg. Tehát ez a probléma, ezeket nem fogalmazzák meg, nincs intelek, intellektuálisan üres. Ez a bajom. A másik, hogy a hitelesség kérdése. Az összödi beszéd egy súlyos hitelességi válságot uh -huh. okozott. Szerintem az összödi beszédnek amúgy van egy olyan politikai része, amiről kevéssé beszéltünk, ami a megszorító politikáról szól, ami egy súlyos probléma. És ez szerintem most azért egy fontosabb dolog, mert a Demokratikus a Szociáldemokrata fordulatáról szól, hogy csináltak egy nagyon erős neoliberális megszorító politikát. De önmagában az, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, az nem egy új tény. Tehát szerintem az nem hiteles inkább, hogy rajta vagyunk Donát Anna pártja, meg én, meg a Gyurcsány Ferenc egylistán, és utána jövünk erre rá. Erre mindjárt visszatérünk, de ön 2006-ban 15 éves volt. Így van. E, ugye? Az első tüntetése. E, erről mesélt már, hogy ön akkor volt tüntetésem. Fekete-Egyő András is, mert egy gimnáziumba jártunk. Tehát. Gondolt valamit az összedi beszédről akkor? Hát akkor azt gondoltam, hogy le kell mondani a miniszterelnöknek. És azt, most is azt gondolom, hogy akkor le kellett volna mondani a miniszterelnök. Na, de akkor ön is megjárt egy nagy utat azért ebben, hogy hogy ítélte meg akkor, meg hogy éli meg Igen. most? Nem elképzelhető az, hogy. Donát Anna, aki meg akkor talán 20 éves volt. Szintén. Én be... egy... ja, nem kicsit, igen, igen. És ráadásul mind a ketten elég aktív politikai családi közegben nőttek föl. Nem lehet, hogy egyszerűen bejárt ő is egy utat, amitől most úgy ítéli meg, hogy ez volt a fundamentuma mindennek? Szerintem akkor beszéljünk arról, mert ez valójában arra vezet, vezet, mint vita, hogy mi a véleményünk a 2010 előtti világról. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ebből ma következnek dolgok. Uh -huh ha jól értem, én eddig azt hittem, hogy az a közös fundamentum, hogy a 2010 előtti világ egy mélyen tökéletlen világ volt, ami magába hordozta azokat a magvakat, amiből kinőtt utána a NER, tehát volt egy nagyon erős strukturális problémája, de jogállamilag, és most én leszek itt a radikál lipsi uh -huh. Myville, jogállamilag jobb dolog volt, mint ami 10 után a Fidesz csinált. Én azt hittem, hogy ez a közös ellenzéki fundamentum. Mert az összödi beszéd a Kossuth rádióba jött le Gyurcsány Ferenc ellen. Most meg a a Kossuth rádióba ez a beszéd, nem jönne le Orbán Igen, bár akkor ugye azért um, októberben meg jelzés nélküli rendőrök támadtak a tüntetőkre, tehát, hogy itt de a ma... jogállamiság... Igen. Öm, itt is, ott is sérült, mondjuk így. Így van, de akkor úgy is meg lehet fogalmazni, és akkor lehet, hogy ez tud a kompromisszum Igen? lenni, hogy a 90-es évek jogállami felépítménye 2004-5 után folyamatosan romlott, ami útjára engedte 2010 -et. De mert például, ha itt ülne, és édesanyámmal lefolytatta már ezt a vitát, és hogyha az ön helyett ülne édesanyám, akkor azt mondaná, hogy felháborító, hogy az ellenzékiek mi, mi, mi folyamatosan kritizáljuk a kormányt, amikor kétharmaddal módosít választási törvényt, amikor a Fidesz kritizálta az MSPSD t hogy az önkormányzati törvényt kétharmaddal módosította a hongyal a ciklus alatt, akkor bezzeg nem volt ez az európai izés, hogy hogy le... ezt a kettős mércét. Hát de azért valljuk be, most így magunkban nézve, hogy az nem ugyanolyan volt. Én értem, hogy eltörölték a kétfordulós uh -huh. önkormányzati rendszert, de azért mindenki tudja, hogy 95-ben szabadabb volt a a vélemény nyilvánításnak a tere, mint most. Hát ez egy, ez Erről egy... egyébként meg tudja győzni az édesanyját? Nem, hát nem. most, ha ezt meghallgatja, ne nem hiszem, hogy meg fogja hallgatni, akkor megint le fog szívni ezért, mert ezt mondtam. De mert ő nem így gondolja. Csak azt mondom, hogy amúgy, ha erről szólna a vita, és most tudom, hogy ilyen inflációs számok mellett, meg megélhetési környezetben sokaknak ez egy, de ez valójában egy tök érdemleges vita. De akkor erről beszéljünk. Hát ne arról beszéljünk, hogy a... Ö, és az meg egy tök dolog volt, ahol én Jánbor Andrással vettem, vesztem össze szintén, amikor Donát Anna azt mondja, hogy Dobrev nem ígérheti meg a bérek ö, növelését az lp -n. Teljesen igaza van, egyetértek. Az Európai Parlament nem tud magyar béreket növelni, nem tud minimálbért emelni, és nem tudja megemelni a szakápolók bérét. De akkor, kedves Donát Anna, vigyük végig. A Momentum azzal kampányolt, hogy kórházakba, meg oktatásba kell hozni a pénzt. Nem tudják. Az EP nem tudja a kórházakba meg oktatásba hozni a pénzt. Donald Anna azzal kampányolt, hogy inflációt fog csökkenteni, ő nem tudja az inflációt csökkenteni, és hogy a kedvencemet még hagy mondjam el, azt írta ki a Momentum a Facebookra, hogy egy hét alatt, ha Momentum kormányra kerül, már ezt már ők is, tehát már a Dobrev is, már ők is, és egyelőre erről szerintem nem érdemes beszélni, de ha kormányra kerül, egy év alatt hazahozzák az EU-s pénzeket. Tehát egy hét alatt Bocsánat, hogy egy hét alatt hazahozzák az EU-s pénzeket. Egy hét alatt az ajtó kilincset nem találjuk meg a karmelitába közösen. Jó, hát ez pintéri száz nap Így valószínűleg. Van. De ha azt mondja, amit mondott, hogy amiben most vagyunk, az nem jogállam, akkor mi? Minek tartja az Orbán rendszert, vagy a ner -t? Szerintem az Orbán rendszernek demokratikus felhatalmazása van. Egy olyan nagyon tökéletlen demokrácia. Egy súlyosan hibás demokrácia. De demokrácia. Igen, szerintem a népnek a szuverén döntése az, hogy ma Orbán Viktor legyen a miniszterelnök. Lehet-e, ha nem jogállam, jogállami eszközökkel harcolni? Szerintem érdemes fordítva megkérdezni, lehet-e nem jogállami eszközökkel harcolni? Szerintem nem, ebből adódóan csak jogállami eszközökkel lehet. Ha, és ha visszatérünk az alapokhoz, amit ön is mondott, hogyha nem azért létezik-e ma a NER, és nem azért van e, zsinórban negyedik kétharmada, e, ami 2006-ban történt. Nem, nem, ezt ez nem, ez nem gondolom így. Tehát lehet -e ezzel is vitatkozni. Mert ugye, ha a Donát Annai gondolatokat nem hisszuk, akkor ide jutunk. Nem, szerintem, sőt, szerintem a legutóbbi kétharmad nem is Gyurcsány Ferenc miatt volt. Öm, szerintem két dolog. Szerintem először is van egy nemzetközi tendencia, ami az Orbán Viktor féle gondolatoknak kedvez. Nem Magyarországon, Olaszországban, az FPÖ vezet Ausztriában, az AFD előretör Németországban. Én értem, hogy takra nem nyert a jogi igazságosság, de a legnagyobb pártként végzett. Szlovákiában láttuk, mi történt, Franciaországban a Marine Le Pen pártja vezet, Nagy-Britanniában éppen most eszik meg a, eszi meg a konzervatív pártot a saját jobb széle. Tehát ö, az Amerikáron is beszéljünk. Tehát van, vagy Indiáról, van egy Globális konjunktúrája ennek a gondolatnak, és Magyarország nem egy sziget. Ez az egyik. És azért Gyógycsán Ferenc sok mindenről el, tehet erről nem annyira. A másik, hogy a legutóbbi kétharmad az abból jött, hogy azt érezték az emberek, hogy nem nekik akarunk megfelelni, hanem a nyugatnak, és ha mi jövünk, akkor káosz lesz gondolati probléma volt, és ezért vagyok rettentő mérges már kizajra. Ezt a gondolati problémát nem csak ő okozta. És most nem arról akarok beszélni, hogy össze-vissza beszélt, mert az én mondataimból is lehet ugyanolyan kampányt csinálni, mint amit már mondott. De ennek a gondolatiságnak ő a legfajék egyszerűbb képviselője. A Mit a háborúról mondtunk, szerint én magyar nacionalistaként azt gondolom, hogy nekünk egy magyar nemzeti katasztrófa, ha Oroszország megnyeri azt a háborút. Uh -huh. Ez az én nacionalista típusú véleményem. Zárójel, ez volt a Fidesz nacionalista típusú véleménye korábban. De, de nem ezt mondtuk, hanem azt mondtuk, hogy mer a nyugat elvárja, hogy... Ezért ezt meg ezt kell Ukrajnával csinálni. Tehát nem a ne... Nem ezt mondták, ezt mondta Márkizai Péter. Ezt mondta Márkizai Péter. Csak hogy a, a többes szám. Tehát nem tudom, hogy ki szólalt még meg akkor ebben a kérdésben, azért hangsúlyozzam. Ezerszer ez... elmondtam, mindig el kell mondanom, megígértem neki. Utána Kunhalmi Ágnes volt ennek a legnagyobb ellenfele belül, hogy ezt mondjuk. De amúgy Gyurcsány Ferenc is többek között. É, é, igen, Kunhalmi Ágnes erről beszélt nekem. Jó, de hogyha visszamegyünk, és akkor most azért. Márkizai Péternek vitathatatlanul az előválasztásban volt egy nagy sikere, és volt egy mozgató ereje a választók és a fiatalok körében, amit azért szerintem ebben konszenzus van, arra vezetnek vissza, hogy ellenzékváltást ígért. Nem erre a következtetésre jut el Donát Anna, és nem ezt akarja-e végigvinni, amikor kiáll a dolgozatával, és amikor azt mondja, hogy hitelességi kérdés az, hogy visszamenjünk az alapokhoz, és hogy más ellenzéket csináljunk. Szerintem csináljon. szükség van ellenzékváltásra. De az ellenzékváltásra gondolatilag van szükség. Tehát ismételten, a szavak, amik elhagyták a szánkat, azzal van a probléma. Azt kéne leváltani. Én értem, hogy lehet, hogy új emberek kelljenek, hogy új szavakat mondjanak, de először erről, erről kéne beszélni. Tehát aki azt mondja ma, hogy az európai választás tétje az, hogy Magyarország kilépe az Európai Unióból, illetve az a tétje, hogy mennyire tudunk megfelelni a nyugatnak, az nem akarja leváltani az ellenzéket, hanem az az ellenzék eddigi stratégiát folytatja. És hogy visszatérjek az én érdemi vitámra Gyurcsány Ferenccel, ami az érdemi vita. Hát ennél érdemibb vita ma nincs a magyar ellenzékben. O, Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Én meg azt mondtam, hogy nincsen Orbán Viktor, csak ügyek vannak. Ez a legérdemibb vita. És a, a, ő szerintük sincsenek ügyek, és csak Orbán Viktor van. Nem akarom őket, és tényleg most abba fogom hagyni, ez az utolsó. Ö, Én de, is rád fogok térni másra, ígérem. De, de tehát amikor kirakjuk azt, hogy probléma, hogy Erdogan elnökkel ket fogadja a miniszterelnök, mert yumurtsák, az részben intellektuálisan renyhe, részben most volt, csak hogy egy másik példát mondjak, Joe Biden és Xi Jinping találkozója. Én tegnap, meg tegnap előtt, hogy készültek a találkozóra, meg utána olvastam pár cikket. Nem értem kellően, hogy ennek mi a jelentősége, elég jelentősnek tűnik. Nem lehet a kínai kapcsolatról, vagy a török kapcsolatról, vagy a közelkeleti konfliktusról, vagy az ukrán háborúról. Ilyen folyék egyszerűségű butaságokat mondani, hogy a jó és a rossz küzdelme olyan naívan állnak a világhoz ezek az emberek, olyan végtelen naívan és hazugan, jó, hogy csak ez egy okoz. e a problémájuk, hogy jelenleg mondjuk azt látni, hogy leginkább nagyon praktikus szempontok határozzák meg az orbán kormánynál, hogy hogyan állnak Oroszországhoz, Törökországhoz, az el elnökéhez, Kínához, és soha nem jelennek meg elvi szempontok, ideológiai megalapozottságok, akár, tudom, hogy ez a politikában kicsit erugaszkodott morális kérdések. Szerintem nagyon, úgy tudunk ezen segíteni, ha mi végig gondoljuk az, az említett szempontok alapján a dolgokat. A dolgot magát. Tegyük föl, hogy megalakul a DK Momentum LMP kormány, amelyet mondok egy nevet, Surányi György vezet. Most mondtak egy, mondtam egy példát. Az asztalunkra kerül, a koalíciós egyeztetéssel itt hárman ülünk, Ukrajna EU tagságának a kérdése. Ez nagyon bonyolult. Uh -huh. Ezt nem fogom tudni. Én most megpróbálhatom öt mondatban elmondani, hogy én mit mondanék ennél az asztalnál. Első, mi támogattuk mindig is a bővítést, tehát támogatni kell a bővítés politikát. Nekünk érdekünk a bővítés. A kárpátaljai magyaroknak jó. Ugyanakkor, ha bekerül Ukrajna, mint EU tag, akkor nettó befizetők leszünk. Igen? Úgy, hogy nem vagyunk azon a színvonalon, mint a hollandok még, pedig ez lett az ígéret. Ráadásul a háborút nem fog, ez egy nyugati álszentség is van, mert nem fog a háborúban segíteni az ukránoknak, ha EU tagok lesznek. Pluszban valójában a nyugat-európaiak nem akarják ezt, csak a vétót velünk kelet-európaiak akarják elvitetni. Ez öt nagyon ellentétes. A nyelvtörvényt szem. nem említette. A, hát a szabad mozgását igen, de, illetve van a nyelvtörvény kérdése, meg van a GMO, Gabona, Agrárium kérdése. Tehát ez a hét dolog van. Na most, hát, ezt nem fogjuk tudni elmondani, hogy komolyan vehetőek legyünk egy mondatba. Jó, de hogy nem lenne érdemes ezekről egyébként úgy érdemben beszélni, hogy kénytelen legyen a Fidesz is érdemben mondani valamit? mert a Fidesz is ezzel ellentétesen a másik pólusúja egy mondja el. Igen, amikor nekem volt a miniszterelnökkel a vitám az országgyűlésbe külpolitikai kérdésekről, például az Egyesült Államok és Magyarország viszonyrendszerében, amit én a legfontosabb külpolitikai viszonyunknak tartom, próbáltam ezeket a kérdéseket megfogalmazni. Engem megijesztett, amit válaszolt, de érdemben elmondta. Tehát abból a szemben egy unikális pillanat, hogy elmondta érdemben, mit gondol. Ami mondom, nekem ijesztő volt, de elmondta. Egyet már említett. Hány helyen kötöttek megállapodást a DK-val? Eddig Miskolt. Ez az egyetlen egy hely. Folynak a tárgyalások, de jelenleg Miskolt van. E, a tárgyalások... A Momentumot az... ugyanennyi helyen támogatjuk. Pont. Egy. Debrecenben a Momentum hát. alállítottunk közös erőt, tehát a DK-val, csak Puzsai Robert a debreceni jelöltállításról még nem írt publicisztikát. E, maguk a tárgyalások azok gondolom két részre szakadnak, és van egy budapesti, meg van egy országos. Mi ezt próbáljuk, igen, mi próbáljuk elkerülni, hogy így legyen. A budapestit azt Karácsony Gergely vezeti? Nem, mi van akkor azzal, amit ő kezdeményezett október 23-án, és amire egy héttel ezelőtt ebben a székben azt mondta nekem, hogy két hét múlva le is zárja, és mióta ő belépett, azóta gördülékenyen haladnak a dolgok, és kettő, maximum három fővárosi kerület van, ahol még masszírozni kell a dolgokat. Nekem nem ez a megélésem, de nem akarom főpolgármester urat meg Mi még például az ő támogatásáról se döntöttünk. De vannak olyan tárgyalások, amelyeket Karácsony Gergely vezet? Én ilyenem még nem vettem részt. Vett részt olyan tárgyaláson, amint Karácsony Gergely is? Ahol azon kívül, hogy én beszélek Karácsony Gergelyel, mások is vannak? Igen, tehát ahol. Nem, olyanom még nem. De olyanom vett részt, ami, ahol Karácsony Gergely és ön tárgyaltak egy esetleges támogatásról? Igen, igen, működésre. olyan már volt, igen. Na jó, de hát akkor ez némiképpen zavar az erőtérben. Énnek kettő oldalú beszélgetéseink vannak. Uh -huh. Tehát a Momentummal is fogok velük jövőjéten is találkozni, a DK-val, Karácsony Gergelyel is, sőt a szocialistákkal is van viszony. De nincs olyan egyáltalán jelenleg az ellenzékben, hogy önök mind egy asztalnál ülnek? Volt egy ilyen kezdeményezés, akkor mi nem még mentünk nyáron, még az Igen, akkor mi nem mentünk el, és a végén a demokratikus koalíció sem ment el, illetve a jobbikot valahogy elvesztettük, aztán odaültek, de elmentek, azt már nem értettem. Igen, ők most már be is jelentették, hogy lesz főpolgármester jelöltjük, bár a nevét még nem tudjuk, vagy nem. Az ismeretlen tudjuk. jobbikos jelölt. Említette félmondattal, hogy még azt se mondták meg, hogy támogatják a -e karácsonykergét. Mire várnak? Én azért azt a világvicének érzem, hogy van az egyik legfontosabb magyar közjogi funkció, és egy párt, amit lmp nek hívnak, azt csinál, amit egy párt szokott csinálni. Hogy végig gondolja, hogy ez a újrajelölés jó-e vagy jó, de ezt most már hónapok óta mondják. Tehát, hogy akár végig is gondolhatták volna már. Igen. Na most nem akarom ehhez kötni, meg nem ehhez fogjuk kötni, de azért minket valamelyest ez a varázsdoboz történet aggaszt, ami lehet, hogy probléma, hogy minket aggaszt, ez kétlem, de minket ez a varázsdoboz történet aggaszt. A másik, Erről mindjárt beszélünk. Hogy vannak amúgy nekünk várospolitikai gondolataink, ezzel egy részével szerintem Karácsony Gergely egyet tud érteni, egy részével más jelölt is egyet tudna érteni. Tárgyalnak Vitézi Dáviddal? Vitézi Dáviddal egyelőre nincsen olyan formátumú beszélgetés, amiről a sajtónak számot tudnék adni. Jó, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne mondjuk informális beszélgetés. Azt fegyelmezetten eldöntöttem a beszélgetés elején ezekre a kérdésekre ezt a mondatot ilyen <laughs> monomániásan fogom ismételni. De akkor azért, ha Vitézi Dávidtól eltekintünk, vagy hogyha Vitézi Dáviddal nincsen olyan beszélgetés, ami a nyilvánosság elé tárható lenne, van-e más valik, valakivel még olyan beszélgetés, ami nem tárható a nyilvánosság elé van. ebben a témakörben? Van. Tehát castingol jelenleg az LMP? nem, mert nem, mert szerintem Szili László nem fog tudni olyan politikai videót csinálni, ahol fölhív random embereket, hogy megkereste az LMP főpolgármester jelölt. Miért ez egy kevés számú emberről Ezeket a nem nyilvánosság elé tartozó tárgyalásokat egyedül az LMP vagy egyedül ön végzi, vagy ebben van más párt szövetségese? parlamenti párt nincs, egyéb szervezet van. Uh -huh. Öm, ez már, bocsánat, csak előbb már tett egy ilyen félmondat kitöltelt, hogy parlamenti párt nem az EP listán áll, de más igen. Itt mire vagy, kikre kell gondolni ezek civil Itt szervezetek? vannak civil szervezetek, vannak pici pártok, amik 20-30 taggal rendelkeznek, de és vannak olyan új mozgalmak. Van a Gábor pártja, vagy a Kapéter pártja? Erre nem szeretnék reagálni, de, de vannak, vannak olyan ö, ö, mozgalmak, amikkel még van beszélgetés. Amúgy a én azt látom, a főpolgármester először is azt gondolom, hogy a fővárosi lista kapcsán elindult kampány, úgyhogy a fővárosi listáról nekem árnyalt véleményem van, vagyis legalább mint LMP mi annó nagyon elleneztük, hogy az kivezessék, tehát ebből következően nem gyújthatjuk fel magunkat, ha újra bevezetik, de ez szerintem azt jelenti, hogy jelenleg még nem is ismerjük a perem feltételeit uh -huh. annak, ahogy föl kell készülni a fővárosi választásra. Zugló és Budafok az, amiről szerintem a nyilvánosságban viszonylag több szó esett, hogy még mindig konfliktusos. Van még ilyen? Soroksár. Soroksár sorok még mindig az? Momentum és az LNP között. I, azt tud, ugye ott én, mi Így is van. beszélgettünk, és én forgattam is ott mindkét jelöltel, csak ott az volt az én érzésem a forgatás végén, hogy ott azért lehet megállapodás. Lehet megállapodás, én nem mondom, hogy nem csak, hogy jelenleg az még konfliktus, Um, és más kerületekben, és város, Veszprémben konfliktus van ott a DK és az LMP között, Szolnokon konfliktus van a DK és az LMP között, Győrben nagyon nagy konfliktus van a DK és az LMP között, Győrben nagyobb konfliktus van valójában. Tehát a DK nem akarja Pintér támogatni. Így van, mi meg Pintér támogatjuk. De van is alternatív jelöltje a DK-nak? Mm, szerintem van, de még nem jelentették uh -huh. be. Pár hete, amikor beszéltünk ennek a riportnak az elkészülte kapcsán, akkor kifejtette, hogy ön nem tartaná jó ötletnek, hogyha előválasztás bárhol is lenne. De ezeket a nagyon vitás kérdéseket el lehet-e bárhogy másként dönteni, vagy el kell -e dönteni ezeket a kérdéseket, vagy egyszerűen elengedik, és azt mondják, hogy akkor induljon mindenki, azt lesz, ami lesz. Voltak 19-ben olyan városok, Pécs, ahol úgy nyert a ellenzéki összefogás, hogy például az LMP külön indult. Jó, de ez azért nem jellemző, hogy... Meg nem mindenhol lenne így, én se ezt mondom, de van ilyen. Le van, ahol ez lesz. Tehát gerben ez lesz. Akár van előválasztás, akár nincs, akár ki, akár mit mondott, egyszerűen ez lesz. De... Ugye az Mirkóczki Ádám így... polgármestersége alatt futma, ma, ki saját maga is azt mondja ma már, hogy nem annyira tartozik az ellenzéki Így van. Összefogás Szerintem között. a végén az ellenzéki pártokat egy uh -huh. fognak állítani, aki nem mértult lesz. A, lehet erre törekedni, hogy közös jelölések legyenek, de azért ezek a konfliktusok sokszor érdemi dolgokat mutatnak. Hogy viszonyulunk a civil szervezetekhez, uh -huh. hogy viszonyulunk várospolitikai ügyekhez, Öm, hogy viszonyulunk a, a, ahhoz a közösséghez, ahol, ahol élnek ezek az emberek. Öm, illetve vannak személyes dolgok, kik kivel tudnak együtt dolgozni, és kik kivel nem tudnak együtt dolgozni. És ezek azért egy nagyon nehéz helyzetet eredménye. Mi a fontosabb, hogy elnyerjenek újra egy kerületet, ami már az önök, önöké volt, vagy az, hogy mondjuk ott egy százszerzalékosan fethetetlen jelölt legyen? Itt zuglóra gondol, szerkesztő asszony, arra tippelek. Nem, nem tudom, miért gondolja ezt. <laughs> hogy mondjam, életembe szavaram volt, nem értek a lovakhoz. Tehát én ezt az uglói helyzetet nem, nem, én ehhez nem vagyok elég okos. Ezt egyszerűen nem értem. Én nem értem, ott mi történik, nem értem, miért így történik. Mindenek, ott minden egyes önkormányzati meg parlamenti választáson kiborul a bili, belesnek, rásik a kerti gerevjébe, fölgyújtja magát. Tehát ott mindig dráma van, nem pontosan értem, miért. Ö, van. Nagyjából ugyanoda vezethető vissza, minden egyes választáskor azért a dráma oka, ugyanahoz a politikai befolyással és gazdasági befolyással rendelkező körhöz, nem? Mi nem támogattuk Tócsabát az előválasztáson hatházi Ákos sem támogattuk. Ez azért van, mert az egyiket ismerjük, a másikról meg olvastunk. És akkor ebből döntöttük ezt. Szerintem ez egy rettentő bölcs döntés volt az LMP előválasztás során de egyik legbölcsebben meghozott döntése. Most azt látjuk, hogy a Momentumos alpolgármester, aki x éven át Horváth Csaba alpolgármester volt, egyik napról a másikra rájön, hogy le kell váltani a Horváth Csaba korszakot. Ö, Közben pedig a szocialisták azt mondják, hogy a horvát csobával szemben a magyar nemzetben olvasható vádak, azok a Fidesznek a politikai támadásai. Na most lehet azt mondani, hogy nem hiszünk Horvát Csabának abban, hogy ezek a Fidesz politikai támadásai. Én Horvát Csabát még onnan ismerem, amikor második kerületi Igen, polgármester volt. De akkor ezt a zsinormértéket kell követni a többieknél is. Miért is van az, hogy azért másokkal szemben is jelent meg a magyar nemzet ilyen jellegű. Itt nem csak a magyar nemzetről van szó, szóval itt azért ügyészségi eljárás Igen, van jelenleg is. De összességében nem hoztunk erről döntést, nem tudom, hogy mi itt a helyes, és egy dolgot viszont a uglói politikáról hadd mondjak el, hogy ott a Momentum összefogott Várnai Lászlóval. Várnai László lmp volt. Várnai Lászlónak jogerősítélete van azért, mert az élettársát bántalmazta. Ez szerintem egy súlyos probléma. Uh -huh. És szerintem, tehát hogy Akkoriban, amikor ez kiderült, és én elempés voltam, és akkor Szél Bernadett, meg Ercsei Katalin, akik a nők elleni erőszak ügyét nagyon szisztematikusan képviselték a, az országgyűlésben, elmondták, hogy nem lehet egy olyan ember köztünk, akinek, it, aki ellen ítélet van azért, mert bántalmazta az élettársát, és én most, ez most minden pártpolitikai izén kívül, én gondoltam, hogy ezt elmondom a Momentumosoknak személyesen, és el is fogom, hogy szerintem ez, ez probléma, ez hitelességi probléma. Hát és ugye a hitelesség. Említette már fél mondattal, hogy önnek még vannak tisztázatlan kérdései vagy problémái az adománygyűjtő ládával kapcsolatban. Ugye most az elmúlt egy hétben ez elég jelentősen felpörgött, hiszen Tordai Csabánál a főpolgármester jogi főtanácsadójánál ugye házkutatás is volt. Biztos, hogy a Fidesz nem fogja ezt az ügyet elengedni a kampány alatt. Mi az, ami önnek most ebben az ügyben még a legfőbb kérdése, vagy ami ön nem lát tisztán? Szeretném azzal kezdeni, hogy Hont Andráshoz hasonlóan Tordai Csabát én is egy nagyon intelligens és nagyon tisztességes embernek tartom. Én azt se gondolom, hogy ő személyesen a pénz, pénzzel bármilyen illegális dolgot tett volna. Tehát ez a kör, aki amúgy, az, tehát mi dolgoztunk velük, az előválasztásban, csak hogy ne az legyen, hogy ez... Mert mint Tordai be Nem, a, a kör, amiről mindjárt beszélni Igen. fogok azzal. A Bajnai Gordon korábbi miniszterelnökhöz köthető kör. Nem pontosan tudom, mit csinált. A előválasztási kampányban nem úgy, hogy én az egyik vezetője voltam a, a pártnak, ami Karácsony támogatta ebben, nem pontosan tudom, mi történt. Szerintem a de ez pár... hogy lehetséges? A párbeszédesek De bocsánat, ez meg... hogy lehetséges, hogy eltelt az előválasztás óta most már lassan két év, és ön ezeket nem tudja? Honnan tudnám? Tehát, tehát nem vagyok nyomozati hatóság. Szerintem, ha itt ülne, másik két pártnak a vezetője, a Kunhalmi, meg mondjuk a Szabó ők is azt mondanák őszintén, hogy valójában fogalmuk nincs. De nem hívja föl Bajnai Gördon, Szigetvári Viktort, nem tudom, hogy kik voltak még ebben, hogy mi volt itt, Nekem Szigetvári Viktora volt egy beszélgetés, amikor az RMP felbontotta a szerződését a adat Az egy olyan hangulatú beszélgetés volt, és olyan hangnemet használt velem, amit mondjuk a Boomer című orosz mafiozokról szóló filmbe szoktak a leszámolási jelenet előtt egymásnak mondani emberek. Tehát nem a, hát leginkább a kelet-moldá fegyverkereskedők színvonalán volt a hangnem beállítva. Ezeket nem szeretem. Főleg az európai kultúraváltás jeligére. Öm... Azért ezek ö, súlyos kijelentések most. Mi, hogy ö, nem kedvesen beszélt velem? Nem. Hát, Ezt <laughs> nem tartom egy súlyos kijelentésnek. De mindegy, én csak azt akarom mondani, hogy nem tudom, mi történt. Nem tudom, mi történt. Nem tudom, kik, kik pontosan az emberek, akik ebbe benne voltak. Nem tudom, hol a pénz. Amúgy valójában már Márki Péter azért beszél rólam így. Mert ez egy kognitív diszonancia redukcionála. Mert ő se tudja, hogy mi lett a pénzzel. És én tudom... De itt ugye két különböző pénzről beszélünk. Na de ezt szerintem nem. Nem? Szerintem nem. Szerintem ez ugyanattól a körtől származik, és szerintem valójában se Karácsony Gergely, se Péter nem tudja, mi lett ezzel a pénzzel. És Márkizaj Péter azért reagál erre ilyen. De maga... akkor ön tett feljelentést? Mert ez akkor ugye, ez vagy sikkasztás, vagy. De hát folyik a folyik egy nyomozás. Milyen Értem, fejel? értem, de a, a nyomozás az sokkal később kezdődött, és nem azért, mert mondjuk. De meg azért bemegyek a rendőrségre, jó napot kívánok, szerintem az a pénz, amit, amit, amiről onnan tudok, hogy valaki elmondta egy podcastba, az szerintem nem lett a kampányba felhasználva, mert bár igaz, hogy Smukker egyéni körzetében vagy ezer darab tollunk volt, de ez nem kerül négy milliárd forintba. Tehát ezt ezt így azért nem tartom egy fejjelentés megalapozásának, de összességében ez nem tudom, hogy hol van ez a pénz. És senki valójában ez a baj, hogy már Kizaj Péter se tudja. Karácsony, -gergél Karácsony -gergél tudja? Gergely se tudja. Vagy, vagy legalábbis én erre tippelnék, hogy nem tudja. Itt ezek az emberek belelettek rángatva valamibe, amiért nekik kell elvinni a felelősséget. Tehát, és most a, hallgatja az ellenzéki választó ezt a beszélgetést. Ez nem a fideszesek beszélnek így, mert ők rá fogják húzni ezt a Karácsony hát az egész ügy azért van csinálva, azért van így felépítve, hogy a kampányba Karácsony Gergelyre lehessen ráhúzni. Szerintem vezetői hibát követett el azzal, hogy ilyen embereket vett maga köré, hogy úgy lett a 99 mozgalom elnök, hogy valójában nem tudja, mi történik a pénzzel, és a vezetési képesség eddig alapja, hogy milyen személyeket raksz magad köré. De szerintem Karácsony Gergely, vagy Márkizaj Péter semmilyen korrupciós dolgot ő önmaga nem csinált. Ugye Karácsony Gergely nekem még akkor az előválasztás visszalépése után adott interjújában beszélt arról, hogy ő maga személyesen több adományozóval tárgyalt, hogy adományozója legyen. Aztán ugye most, amikor az ügy kirobbant, akkor sokszor elmondta, hogy ezek anoném adományok, és ő azt se tudja, hogy kitől kapta. Kell-e tudni egy, hogy ki az adományozó, vagy épp az a jó, ha nem tudja, hogy ki az adományozó, lehet-e úgy tárgyalni körökkel, hogy aztán ne tudja valaki, hogy ki az adományozó? Először is. Én a Karácsony-Gergelyjel először a 2010-es LMP kampányban dolgoztam együtt. Karácsony-Gergely már annak a kampánynak a költségvetését, ami Takrapatika volt, se látta át. Tehát ö, nem gondolom, hogy ő pénzügyileg tudta volna, mi történik. Ez nem biztos, hogy így jó ezt a kampány előtt mondani, de ez egy tény. A másik, hogy. És akkor. Most akkor. Ilyet, ezt, erről még sose beszéltem így, de akkor legyünk ebbe őszinték. Ö, valami, ami a mély állammal vagy a szolgálatokkal kapcsolatos, szerintem volt itt. Öm, nem gondolom, hogy az egy összeesküvés elmélet, és, és még visszatérnék, volt egy beszélgetés, amit nem fogok elmondani. Akkor sem, hogyha börtönbe kell menni, ami miatt tudom, hogy ez nem az Egyesült Államok, vagy feltételezem, hogy ez nem az Egyesült Államoknak a külügyminisztere, meg ne, külügyminisztérium meg nem, nem, a, tehát nem a hivatalos amerikai Igen. csatorna volt. De volt itt valami olyan akarat, ami pénzeket akar bemozgatni abba, hogy az ellenzéknek az iránya merre menjen, és hogy utána ez sikeresen váltsa, az Orbán kormányt. És fölmerül egy valódi kérdés, és tudom, hogy ezt a fideszesek szokták, szerintem egy valódi kérdés, mert ez a Mészáros Lőrint kérdés is ugyanez. Hogy mit kértek volna ezek az emberek cserébe, ha nyerünk? Ezt nem tudom. De akkor ön most azt mondja, hogy ami miatt most a szuverenitási törvény, vagy szuverenitás védelmének nevezett törvény megszületni igyekszik, hogy külföldi államtól, ön azt mondja, hogy nem Amerika. Nem államtól. Azt mondtam, hogy szolgálati típusú emberektől, azt nem mondtam, hogy államtól. Jó, külföldi érdekcsoportoktól. Igen. Érkezett olyan befolyásolás szerzési pénz, ami valóban átalakíthatta volna a magyar viszonyokat. Igen. Ez mely ország? Nem tudok erről többet mondani, így is spekulációkat mondtam. A szuverenitás De Ez teljes spekuláció, vagy van, amire ezt ön Nekem lakoszal? ez az elemzésem erről. Az emberek. De az elemzésnél több információ, nem kell, hogy elmondja, hogy mi az információ, de van az ön birtokában? Nincs konkrét információ. Az a gondolatom, hogy itt ö, ö, ezek nem csak Magyarországról mozgatott szereplők. Amúgy, ha valaki olvas életrajzokat, én mégiscsak egy olyan ember mellett nőttem fel, aki a titkosszajatokat kutatta egész életében, tehát annyi képességem van, hogy elolvassuk egy életrajzot, akkor valamilyen szintű elemzési munkát el tudok a fejembe végezni. A másik probléma ezzel az, és akkor egy pillanatra a szuverenitás uh -huh. védelmiről. De ez nem egy törvényi kérdés. Hát pártnak az adhat pénzt, aki magyar állampolgár. Amúgy ezt nem értem ebbe az egészbe. Ez azért tudjuk, hogy nem a soros volt, mert ezt a soros bárkin keresztül, vagy ő önmaga, Soros György magyar állampolgár, beutal 1 milliárd 500 millió forintot a párbeszédre, megjelenik a közlönybe, azt mondom, hogy jó napot kívánok, itt az adóbevallásom, hogy ennél 100 ezer szert több pénzem van, csoki. Semmit nem tud senki uh -huh. mondani. Hát itt ismerem, ahogy ezek az ilyen alacsony szintű szolgálati emberek gondolkodnak, hogy majd így, meg úgy, meg amúgy, na ebből van mindig a tragédia. Tehát, hogy erre ráadásul nem is, semmi szükség nem volt. És már bocsánatot kérek, de öm, Azért ne tegyünk úgy, mi, mert beszéltünk erről, és még egyszer mondom, tudom, hogy el fogja mondani, hogy ezt azért mondom, mert Rogán felhívott mielőtt idejöttem, hogy ezt mondjam, de nem a Márki Zaj Péterrel van a probléma. De Márki Zaj Péter mögött milyen támogatás volt a két forduló között? Hát a teljes média, a teljes, a média szempontjából, és most... Igen, nem tud olyan... Én azért tudok olyan interjúkat idézni, és most nem magamra akarok mutogatni, ami akkor is feltette azokat a kérdéseket, amelyeket fel kellett tenni. Igen, Tehát és ezt a akartam a elmondani, részében. hogy nem... Sőt, hát a zöld politikai vita Dobrev Klárával az egy nagyon keményen megrendezett vita volt. Itt nem azt mondom, hogy kérdések maradtak uh -huh. el, de milyen publicisztikák jelentek meg miket, és most értem, hogy az önmagában, hogy Haraszti Miklós meg Kőszeg Ferenc mit ír, azért ez nem egy nagy titkoszolati operáció. De, de csak azt mondom, hogy volt egy ilyen nemzetközi támogatása az egésznek, ez egy tényállítás, akármit fog most ezért a írni a 444, és az a helyzet, hogy ez azért probléma, mert nem lehet kívülről levenni Orbán Viktort. Vagy legalábbis így biztos nem. Nem lehet, és főleg nem érdemes. Mert ha a magyar emberek azt látják, hogy kívülről akarják levenni, akkor, ahogy Botka László mondaná, hőre keményedő típusként mindegyik még jobban rá fog szavazni, és kicsit ezt lehetett érezni. És még egy dolog, a, ezzel az egész külföldi támogatással. Az Egyesült Államoknak az a problémája jelenleg, hogy ugye azt szokták mondani ellenzéki képviselőkre, rám is írtak ilyet, hogy Amerika hangja vagyok az ország. És ezt mondta a miniszterelnök nekem a parlamentbe. Azért tartom magamra öm, egyen jobb leírásnak, bár nem vagyok amerikai hang, és nem szoktam velük rendszeresen egyeztetni, mint a többiek. A többiek úgy próbálják néha az Egyesült Államok érdekeit képviselni, hogy nem ismerik azokat. Tehát olyan állításokat fogalmaznak meg. Ezek a... De akkor nem egyeztetnek velük? Ebből az voltam is a nagykövetségen kétszer-háromszor, de nem voltak ilyen, kérdéseket tettünk uh -huh. föl egymásnak. De például én voltam olyan nagykövetségi rendezvényen, ahol felkérdezték a szegény amerikai nagykövetet, hogy az EU-s pénzek, és hogy az Orbán kormány ne kapja meg. Mire mondta, hogy háló, tehát ö, mi, a, mi közön van ehhez, vagy most mit mondjak erről? Tehát ilyen szinten mostnak össze sajtó szereplők dolgokat, és nem minden az Egyesült Államok hibája. Oké. Okay. Um. Sokan, ma, nem, még egy kérdés előtte azért, mert akkor ezt tisztázzuk, vagy zárjuk rövidre. Mit kellene ön szerint csinálnia az ellenzéki pártoknak, Karácsony Gergelynek, a 22-es választásokban ebből a pénzből részesülő, vagy nem részesülő pártoknak, ahhoz, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan rendezik, vagy a nyilvánosság előtt legalább egyértelmű, saját álláspontot kapjon ez, mert nyilván a média zaj nagy lesz ebben, a Fidesz használni fogja, és a többi is. A Fidesz mindig azt csinálja, mint a Attenborough filmben a leopárd, lehet, hogy nagyon rossz példát mondok, meg a Sánta Antilop, hogy kiválasztják azt az állítást, ami a leggyengébb, és abba beletolnak mindent. Az az állítás, hogy itt magyar állampolgárok font bizonylatba mikroadományokat adtak a 99 mozgalomnak, tehát ez szombathelytől nyíregyházáig egyöntetően mindannyian tudjuk, hogy ez egy badarság. Miért kellett ezt mondani? Nem értem. Ez senki nem fogja elhinni. Jó, most mit kéne tenni? Mondják el az igazat. Rosszabb lesz egy hétig, és utána át túl, tudunk rajta lépni. Oké. Okay. nyilván Ön bizonyos szempontból könnyebb helyzetben van, mint például Karácsony Gergely, mert ön tud saját magától is kalapozni, hogyha úgy vesszük. E, ugyanakkor, ami egyrésztről az erőssége, az másrésztről e, a politikai gyengesége is lehet sok szempontból. Nevezetesen, hogy ön újra és újra e, azzal. Támadják joggal vagy jogtalanul, hogy akár a Fidesz, akár a NER, akár az elmúlt 13 év, de akár az előtti gazdasági körökből szerezte meg ennek a megalapozottságát. Ön sokszor elmondta, hogy érzelmi okokból nem fogja a céget eladni, vagy kilépni belőle 100%-osan, de mégiscsak nem az vágná át ezt a gordius csomót, meg nem azt tenné lehetővé hosszú távon az önpolitikai működését, ha ezt meglépné? Nem. Én az abba hiszek, hogy a dolgok azok, amik, nekem minden van a pénzem, mindenki ennek a tudatába ö, döntse el, hogy tud-e minket támogatni, vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az előbbi tíz percben egy teljesen érthetetlen pénzügyi manőverről beszéltünk. Az én esetemben nem lesz ilyen, mert mindenki mindent lát. A másik, hogy Karácsony tudott volna kalapozni, Bajnai Gordonnak adózott jövedelme van, át tudja utalni ő is a párbeszéd számlájára, Szigetvári Viktor is át tudja utalni, és Kéz Zoltán is át tudja utalni, illetve még arra is van lehetőség, hogy a Kató intézet, ami az lenne a jobb, hogyha nem támogatna semmit Magyarországon, mert privatizálni akarják a közutakat, akkor ők is tudnak támogatni Magyarországon dolgokat. Tehát az a szabály nem rossz, és nem egy Fideszes szabály, még mielőtt leírja a kommentelő, hogy nem egy Fideszes szabály, hogy csak magyar állampolgárságú magánember adhat 500 ezer forintba a közlönybe való közléssel pénzt. Ez nem Fideszes, és ez rendben van. Oké. Okay. A Partizánban két hónap ezelőtt, amikor a miniszterelnöki nyaralás után, ami ugye az ön növérénél volt. Hosszabban beszéltek a gazdasági ügyeiről, és akkor azt mondta, hogy nem tudja, hogy milyen kamatozású hitelt kap a cége. Ugye, ami azért fontos, mert hogy ezek államilag támogatott. Uh -huh. Azóta tudja-e? Azóta végighallgattam a nővéremtől a részletes hibáimat az interjúból. Tehát volt egy ilyen leülésem. Ebben elmondta, hogy ez egy olyan kamatkonstrukció volt, amely. Mindenki számára elérhető volt, és hogyha ilyen helyzetbe kerülök, azóta bevallom, újra elfelejtettem, mert nem foglalkoztam egy ideje, akkor tud mondani nekem 10-15 ellenzékhez köthető embert, aki fölvette ezt a kavatozást. Okay. Ugyanebben az interjúban megerősítette azt az értesülést, hogy bizalmi vagyonkezelőnél van az ön személyes részvénypaketja. Miért nem árulhető el, hogy ez kicsoda? Törvény miatt. Bizalmi része az, hogy ezt úgy kell nyilvánosságra hoznia, hogy a folyamatosan változó, vagyon nyilatkozati rendszerben, vagyon nyilatkozati rendszerben. Ez törvényileg köteles, azt elárulom. Amúgy abból a szempontból nincs jelentőség, hogy az osztalékból én részesülök, és lehet tudni, hogy ez egy mekkora pakett. Okay. A családi ügyei azok újra és újra előkerülnek, most legutóbb ugye pár nappal ezelőtt el Simon Lászlóval, így van. aki úgy kezdte az interjút, hogy az ön édesanyja le akarta beszélni. Ez ön tudta, van. hogy az édesanyja le akarja beszélni? Igen. Tehát tudta előtt, tehát önnek is elmondta az édesanyja, nem árult ebben zsákba macskát, vagy Elsimon László szólt? Nem, Elsimon László mondta. És az ott, de az ott helyben, az interjú közben, vagy előtte is Előtte tudta? mondta, igen. Előtte is tudta. Hát. Édesanyja mennyiszer szokott így bekavarni az ön... Mert de, akár mondhatta volna Elsimó, hogy igazad van, Mária, én ezt lemondom. Igen, de Mária ezt milyen szempontból mondta? Nem úgy mondta, mint aggódó édesanyja, mert nekem jobb volt, hogy létrejön, mint hogy nem, hanem abból Így a van. szempontból, hogy mint a Fidesznek rossz, hogyha ez létrejön, mert Így szóval van. róla. Hát, és visszatértünk a bázis állításhoz, ami újra és újra meglepetést okoz, hogy hát édesanyám, Fideszes, ugye? Ezek a dolgok innen jönnek. Igen, igen. Tudom, hogy ezt gondolta. És mondom, ez az ő politikai gondolkodás szempontjából, egy jó politikai gondolkodó, édesanyám, ez egy legitim tanács volt. Elindíthat-e ön szerint ez az egész Elsimon László ügy egy olyan folyamatot, hogy nem csak Elsimon László lesz az egyetlen olyan Fidesz vagy Fidesz közeli ember, aki szembesül azzal, hogy a leírt törvényi betű az igazából mit is jelent. Mert azért Elsimon László eljutott odáig, hogy ez a cancel culture... Így van, pont tökéletesen egyetértek, ez a jobboldali eltörlés kultúrája, tehát amit a hírtévén, ha bekapcsolunk, megy, hogy Amerikában nem engedik a roldal könyveket, bla bla bla, ez történik Magyarországon a Fidesz által, és más szempontból is egy cezúra ez. Mert is... vagy cenzúra? Ha, ha, ha egyszer az LMP kormányra kerül be, a szóvicceket fogjuk betiltani mi. Tehát a, a, azért, mert a Fidesz alapszabálya, amit meg is kérdezett az egyik újságíró Elsima Lászlótól, hogy nem reagálunk külső támadásra. Mit mondott Orbán Viktor Rogán Antalról Szél Bernadettnek az azonnali kérdések, vagy képviselő asszony, minél többet támadja, annál nagyobb a bizalmam Rogán Antallban. Ez a Fidesz alapszabálya. Olyan, hogy egy ellenzéki politikus duró dóra mond bármit, vasárnap véget ér a kiállítás, tehát már az ügy el is ment, és utána ezt megcsinálni, ez egy olyan politikai hiba volt, aminek nagyon-nagyon súlyos nagyon súlyos következményei lesznek. Annyi kulisszatitkot elárulok, hogy amikor beültem, hogy hány Fideszessel beszéltem, amikor beültem a parlamentbe, hogy nem erről akartam, de erről fogok napi előtt itt mondani, akkor a környezetem meg a szembe sorokban lévő fideszesek kérdezték tőlem, mert látták, hogy én erről írok, meg, meg mondtam, hogy erről fogok beszélni, hogy tudom-e, hogy mi történt. Tehát ez a Fidesz képviselői voltak. Teljesen abszurd. Üm, és részben itt van az, hogy a törvény nem lehet tudni, hogy mit jelent, és bohócak, Bohóc vonatra ülnek, és ennek nem lehet tudni. Most már volt a Néprajzi Múzeum, most le fognak kezdeni fóliázni teljesen értelmezhetetlen könyveket. Én beadtam kérdésbe, hogy a Szafó a Nemzeti Alaptanterve mit keres, ö, akkor nem tudom, majd a faludi györgyel is valamit kezdeni kell, illetve hát ugye volt ez a kiállításunk, amit nem engedett, ami azt mutatja, és ezt akarom elmondani, hogy ez a lényegi abszurditása, hogy olyan rosszul van a törvény megírva, ami eleve egy rossz szándékú törvény volt, hogy a homoszexuális emberek bármilyen kontextusú ábrázolása probléma. Igen, mert ugye az van a törvényben, ezt el szokták felejteni, hogy megjelenítés. Megjelenítés. Tehát magyarul rólam nem lehet kirakni egy portrét a Nemzeti Múzeumba, nem mintha ez egy fontos dolog lenne, ahol nem tudom, öltönyben állok, mondjuk Szájer Józseffel, egymás mellett állunk öltönyben. Ezt nem lehetne kirakni a Nemzeti Múzeumba. Hát ez egy abszurdum. Hát honnan tudjuk, hogy a ö, nemzeti nagyjainknak a portréik közül melyiknek milyen szexuális ízlése volt? Mert ugye itt se a Néprajzi Múzeumban, se a Nemzeti Múzeumban nem volt szexuális aktus ábra. Semmilyen szexuális aktus, nem. Egyikben egy idős otthonban állt egy öregember, a másikban egy em Igen, ugye az a kérdés, hogyha tűsarkúban áll, akkor az propagál-e bármit? Ugye legalábbis duró dórán áll ez a kérdés. Na jó, csak ugye itt a kultúrát, tehát a kultúrának a lényege azért a szabadság, mert ezeket nem lehet törvényileg meghatározni. Hát a, a, a modern kor előtt az összes klasszikus darabban, mivel nem lehettek nők színészek, férfiak játszottak női szerepeket. Most de, hogy miről beszél, vagy hogy, hogy lehet ilyen dolgokat törvényileg meghatározni? Csak azt akarom mondani, hogy és itt van ennek az ügynek a lényege. Ez a Fidesz személyi politikájáról szól, hogy semmi nem számít. Egy olyan ember lett a kultuszminiszter, és Magyarországon azért nagyon értelmes emberek voltak. Hillel Istvántól, Rockenbauerig, minden oldalon kulturális miniszterek, aki tényleg semmit nem tud a kultúráról, nem is érdekli, zavarja, hogy ezzel kell foglalkoznia. Hát nem tudja, hogy mi történik egy verniszázson. Ez az ember, a Csák János nevű miniszter, egy nagyra nőtt ovodás, aki a saját hiúságától vezérelve bement a porcelánboltba, és mindent összetört, majd utána megtapsolta önmagát, hogy milyen király vagy. Jó, de akkor ez azt is jelenti, hogy nem a gyermekvédelmi törvény, vagy nem dúró-dóra miatt távolította el El Simon Lászlót, hanem személyes Hát mit csinál döntés az? Alapján. Persze, és ez onnan látszik, hogy valami. Akár Hiller István megfejtése Szerintem részben az is jó, és látjuk, hogy mit csinált az operetnek a, a vezetői pályázatán. Mit opera. csinál az opera, meg az operett is? Mit csinál mellette most a Vidnyánszki ügyben, ahol szintén. Tehát ez, a, a Vidnyánszki Attila, most gondolunk róla akármit, úgy azt csinálta, ami a tankönyvben meg van írva. Ez egy cég, a Nemzeti Színház. Nem tudja elfogadni. hogy vagy lemondott, és akkor nem vezeti azt a gazdasági társaságot, ami a Nemzeti Színház, vagy vezeti. Nincs ilyen átmeneti állapot. Ki lehet újra esetleg mm. nevezni, hogyha a vizsgálat azt mondja, hogy nem követett el mulasztást. De még akkor azt a helyzetet se tudja ez az ember kezelni, ahol amúgy aki a vezető volt, úgy járt el, ahol, ahogy, el ahogy el kell járni a Demeter pályázattal a pimbe se tudjuk mi van, semmit nem tudunk, mert személyügyileg az egészet rohasztja le. És ez egy nagyon súlyos probléma. Említette az előbb félmondattal az, ön, ki, vagy az önök kiállítás tervét, ugye a Fehérház aulájában, a képviselői irodaház aulájában szeretett volna egy fotókiállítást, ahol ön és egy szintén vállaltam meleg politikus társa trapistát esznek az akugyárak előtt, ugye hogy minden egy Nulladik percben lehetett tudni, hogy Kövér Igen. László ezt nem fogja engedélyezni ön, és itt most a 444, szerintem jogos kritikáját, hadd idézzem, azért sokszor felszokott szólalni az öncélú ilyen ellenzéki performance ellen. Ez hát nem pont az. A világ legnagyobb kérdés, hogy mi, mi, mi öncél, ez a gyermekvédelmi törvényben is egy nagyon érdekes szó, meg itt is. Nekem az volt a célom ezzel, hogy azt teszteljük és mutassuk, hogy a törvény valójában nem a homoszexuális szexuális aktust, amiről előbb beszéltünk, hanem a homoszexuális ember szexuális kontextuson kívüli ábrázolását is tiltja. Erre akartuk felhívni a figyelmet. Ez volt. Véleményem szerint ez egy önmagán túlmutató cél, bárki bármit gondolhat erről. Üm, ugyanis az, hogy a homoszexuális embereknek nem jó, ha elszennyezik a magyar vizet és drága a trapista, ez a szám, amit mi gondolkodtunk, amikor ültünk a szalva, ez a legkevésbé szexuális dolog, ami eszünkbe jutott, és ez se lehet. És ez se lehetne sehol, mert ugye még ha nincs is rajtunk tűsarkó az iváncsai akugyár előtt, akkor sem ö, ábrázolhatjuk ezt önmagába. Mert bele van írva a címbe, hogy homoszexuális. Utolsó kérdés, csak mert ö, beszéltünk ugye arról, hogy hogy állnak az ellenzéki egyeztetési folyamatok. Karácsony Gergely azt mondta, hogy két hét és november végére meg lesz, de most elbizonytalanított így, hogy igazából nem is tárgyalnak Karácsony Gergelyel, hogy akkor most... Ö, hogy áll ez, mikorra, egy, az LMP mikor nevezi meg a főpolgármester jelöltjét, kettő, mikorra lehet azt mondani, hogy már nem ezekkel az administratív vagy administratívnak vélt kérdésekkel foglalkoznak, hanem ráfordulnak a kampányra. November végén szerintem lesz bejelentés különböző részleges megállapodásokról. Gergely személye nem fog november végéig rendeződni. Mikorra rendeződhet ön szerint? Kétlem, hogy idén. Kell rendeződnie egyébként ennek? Záros határidőn belül? Még időben vagyunk. Időben van. Ungár Péter, köszönöm szépen! Én köszönöm. Ez volt a címlap, Ungár Péterrel és benyújtál.